A vádlott megismerkedett egy börtönviselt, küzdősportokban járt a személye, aki nagyrészt törvényellenes bűnelkövetői csoportot szervezett. Ehhez a szervezethez tartozott a vádlott is. 2004-ben a csoport vezetőjét megkereste egy ismeretlen személy, hogy tekintélyével nyújtson segítséget a csengersimai határátkelő helynél folytatott, illegális cigarettakereskedelemben kialakult piaci helyzet megvédéséhez. A sértettet többször eredménytelenül megfenyegették, majd egy csapatot szerveztek, hogy befenyítsék. A vádlott és társai a kerítésen átmászva bementek a lakóház udvarára, majd a bejárati ajtót ütötték, rúgdosták. A sértett számon akarta kérni a támadóit, és ekkor a vádlott és egyik társa több lövést adott le. A házban volt a sértett családja is, gyermeke és unokái. Nekik kezdett el kiabálni segítségért, hogy hívják a rendőrséget. Ekkor menekültek el a csoport tagjai. A sértett 8 napon túl gyógyuló lőtt sérüléseket szenvedett. A nyíregyházi törvényszék hétfő délelőtt hozott elsőfokú ítéletet. A vádlott bűnös, emberölés büntetőjének kísérletében, mint bűnsegély. 1978-4-es törvény 166-nak az egybekedés, kettőbekedés kisebb pontja. Ezért a bíróság, mint bűnszervezetben elkövetőt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közélektől eltítás mellékbüntetésre ítéli. A vádlott feltétel szabadságra nem bocsátható. A szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által 2014. július 18 napjától 2015. április 16 napjáig előzetes fogvatartásban, és 2015. április 17 napjától 2017. október 18 napjáig házi őrizetben töltött időt aként, hogy egy napi előzetes fogvatartásban töltött idő egy napi szabadságvesztésnek, míg 5 napi házi őrizetben eltöltött idő szintén egy napi szabadságvesztésnek felel meg. A bíróság nem látta indokoltnak a vádlottal szemben hosszabb tartomú szabadságvesztés kiszabását, mivel az nem bizonyított, hogy a lövéseket ő adta le, vagy csupán bűnsegéd volt. Továbbá azt is figyelembe vette a bíróság, hogy a vádlott büntetlen előéletű. A nyomozás során lefoglalt. A tárgy nyilvántartás 77-ben 2015 tételszám alatt nyilvántartott, de az iratok között kezelt, a bűnjeljegyzéken egy sorszám alatti egy darab DVD-lemez lefoglását megszünteti, és az adathordozónak a nyomozási iratok részeként történő kezelését rendeli el, míg a kettő sorszám alatt kezelt nevére kiállított ZI 426-778 számú útlevelet megküldei rendeli a kiállító hatóságnak, a BM központi hivatalnak. Köteles vádlott megfizetni az eddig felmerült 317.070 forint bűnügyi költséget az államnak, a nyíregyházi törvényszék gazdasági hivatalának felhívásától számított 15 napon belül. A csoport többi tagjával szemben korábban a fővárosi törvényszék és a debreceni ítélőtábla már ítéletet hozott. Az ítélet nem jogerős, az ügy és súlyosbításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett.